Jó, sziasztok! Ma is újra éreztem ilyen késztetést, hogy készítsek videót. Mert érdekes módon nem is emlékeztem azt ott, hogy az első videómban múltkor, hogy említettem az újjászületésemet. Legalábbis, hogy így neveztem meg. És ma ilyen késztetést éreztem, de nem tudtam, hogy mit mondjak, mit sem, és véletlenszerűen belehallgattam, ahogy valamit kerestem, rábukkantam az előző videómra, és elindítottam, és belehallgattam, és ottan észrevettem, hogy, vagyis hát úgy tudtomra jött, hogy amiről el is feledkeztem, hogy én már múltkor említettem ezt a dolgot, hogyha ezt a ilyen újjászületést éreztem, vagy hogy történt ilyen velem, és most csak folytatni szeretném azt ott, vagy elmondani nektek, hogy ez folytatódik. Hogy tény is való, hogy valami hihetetlen dolog történt velem, mert azóta egyszerűen azóta úgy van, hogy ami, ahogy mondtam, hogy olyan, mihogyha na, úgy fogalmazódott meg valamelyik nap, tegnap vagy tegnap előtt, beszéltem egy ismerősömnek ezekről a dolgokról, és teljes mértékben megfogalmazódott, hogy mi történt velem, hogy mi, hogyha Isten megfogta volna a kezemet, és szorosan végre megfogta, én ezért imádkoztam, könyörögtem már azelőtt, már egy ideje, és mostant ezt megétem, és meg is élem, és úgy érzem, hogy mostant vezet. Tényleg azóta, hogy ezt az első videót megcsináltam, azon a héten történt az a dolog, és most ezt a vezetést egész héten is minden nap megélem. Meg olyan csodákat élek meg, amik hihetetlen, hogy például volt, hogy akire haragudtam, volt valaki, akire nagyon haragudtam, és nagyon úgy éreztem, nem tudok megbocsájtani, és akkor is könyörögtem azért, hogy megtudjak. És nem csak, hogy megtudtam neki bocsájtani, vagyis nem is én, nem én, egyáltalán nem én. Én nem lettem volna képes, mert amit éreztem, az túl sok, túl nagy fájdalom volt, és de könyörögtem Istenhez, Jézushoz is, hogy segítsen, hogy ezt valahogyan vegye el tőlem, hogy én így nem tudok élni, hogy ennyire haragszok arra az illetőre, és hogy mondom, így mi értelme a életnek, és nem csak, hogy elvette tőlem, de én tudok úgy viselkedni, amit magamon meglepődök. Vagy a gyerekeimmel kapcsolatosan. Ha föl is cseszik az agyamot, azelőtt is, meg most sincs azért másképp, nem fog az ember teljesen megváltozni, maradnak a rigolyák bizonyos szempontból, és van úgy, hogy igen, le kell állítani a gyerekeket már, rájuk szólnom erélyesebben, vagy valami, de ha le is cseszem őket egy kicsit, az másabb, és olyan hihetetlen ilyen, nem tudom, milyen nyugalom jön belém, és úgy tudok nekik magyarázni, és ráadásul kedvesen, ahogy kértem Istent, hogy tudjak kedvesen hozzájuk szólni, és ez megtörténik. És ez annyira hihetetlen számomra, amiket minden nap megélek, vagy a héten a munkában is nem egy embernek tudtam tanúbizonságot tenni Istenről, mert ugye most olyan most emberekkel dolgozok, és kétségbe vannak esve a Covid véget, meg így is,
És hogyha kérdeznek arra, hogy mi lesz, vagy miért van ez így, vannak szituációk, amikor érzem azt, hogy ennek az embernek kell szólnom. Nem egyszerűen belső késztetés. És amikor szólok, volt olyan példa, hogy tényleg annál illetőné annyira visszajött rögtön akkori beszélgetésünkbe, hogy annyira jól jött neki az, amit mondtam. Biztos, én biztos vagyok benne, hogy szerintem imádkozhatott is már előtte Istenhez, és Isten rajtam keresztül tudott hozzá valamilyen szinten szólni. Így véletlenül se nem magamot akarom fényezni. Nem, csak azt akarom mondani, hogy Isten felhasznál, és ez olyan boldogságul tölt el, és olyan szuper ez a vezetés, és az a legcsodálatosabb, vagyis nem, úgy igen, csodálatos, mert az által, hogy akarok adni, még én kapok. Én még többet kapok, mert erősítést kapok. Nem csak, hogy a hitem erősödik ezáltal, hanem még azoktól emberektől, akiknek én próbáltam adni, nem is tudtam, hogy ki mindenki fogja megnézni, nem is gondolkoztam én azon, és idegen emberek rám írtak, hogy mennyire hasznos volt, amit mondtam, és hogy mennyire megérintette őket, és hogy pont erre volt szükségük, és ez annyira egy szuper érzés, és én engem is ez által erősít. Úgyhogy tényleg ez nem vicc, ez nem mese, én ezt élem át, és hihetetlen, hogy én ezért imádkoztam. Imádkoztam azért, hogy Isten fogja meg a kezem, megfogta. Imádkoztam azért, hogy vezessen, és vezet. Imádkoztam azért, tényleg az van, hogy kérjetek és adatik. Az, hogy mikor fog adatni, hogy nem biztos, hogy rögtön másnap, az egy dolog. Természetesen van, hogy több hónapon át kell kérnünk bizonyos dolgot, de adatik. Ha kitartók vagyunk, akkor megélhessük azt, amiért annyira vágyakoztunk. Hihetetlen, hihetetlen, és fokozatosan, ahogy nyissa ki a szemünket, hogyha kérjük a szemkinyitást, meg a fülkinyitást, akkor a Jóisten kinyissa a szemünket, és elkezdjük látni a hibáinkat, meg amit kell egyszerűen, hogy jobban tudjunk őrá figyelni, és hogy jobban tudjunk benne bízni. És ez tényleg annyira hihetetlen. Úgyhogy mondom, máma, éreztem olyant, hogy valamit esetleg, hogy megosztanak, de nem tudtam mit, és nem véletlenek nincsenek, tudom, hogy nincsenek, már minél jobban tudom. És úgy van, hogy jött ez, hogy véletlenszerűen belenéztem tényleg a videómba, arra se egyáltalán nem készültem. És akkor ott hallom, hogy én már végül is mondtam azt, hogy megtörtént ez a újjászületésem. És ennek aztán úgy éreztem, hogy na, itt a ideje akkor, hogy elmondjam, hogy mondhatom, hogy biztos, hogy az történhetett, mert azóta, mostan már 2 hete, hogy ez történt, és azóta a Istennek a vezetését úgy érzem, hogy az hihetetlen napi szinten, és én nem azt mondom, hogy ez nem változhat, ez rajtam fog múlni, tényleg rajtam fog múlni, hogy mennyire hagyom magam a világba visszahúzni, és mennyi időt fogok igyekezni szánni a Jézus tanításaira, a Jézus szavát hallani. Úgyhogy ez már rajtam áll. De kérem Isten segítségét, Jézus segítségét is, hogy erősítsenek, és adjanak hitet, és vezessen a drága mennyei atyánk. És kérlek szépen benneteket, akik meghallgassátok ezt a videót,
mondjatok el értem és a családomért egy imát, vagy csak küldjétek az áldásotokat, és én is mindegyiktekre, minden emberre a világon a áldásomot küldöm. Remélem, hogy egy áldás is, de több a semminél már pluszba, és biztos, vagy még millió egy ember biztos, hogy küldi a áldásait, úgyhogy enyémét is hozzácsatulom, és mindegyikteket áldja jó Isten, és segítsen benneteket is utatokon, és örülök, hogyha minél többen ezeket a jó tapasztalatainkat megosszuk, mert tényleg nagyon-nagyon erősítő a másik számára is. Ugye én is, hogyha hallok valakinek bizonságtételét, akkor én is csak azáltal erősödök. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a áldásküldést is, és áldjon benneteket a jó Isten. Minden jót, sziasztok! Na, hogy külletjük.